a koreai Gwangju-ban a 28. nyári univerziádén magyar aranyéremmel zárultak a versenyek. A Vince Balázs vezette csapat büntetőkkel legyőzte az olaszokat. A történet jóval korábban, 2 évvel ezelőtt Kazányban kezdődött, amikor a csapat elnyerte az első helyet az ottani univerziádén. A játékosok egy percig sem titkolták, hogy céljuk a duplázás. 2 hét alatt 8 veretlenül megvívott mérkőzés után jött el a 9. a döntő. Az élet pikantériája, hogy a kéksapkás magyaroknak, úgy mint az első meccsen, most az utolsón is az olaszok állták az útját. A tét az univerziádé utolsó 272. aranyérmének sorsa teltház előtti meccsen. Vince Balázs csapata bizony nagyon ijesztően kezdett, csak 0-4 után került először az olasz kapuba a labda Kovács Gábor jóvoltából. A csapat ezután leckét adott abból, hogy lehet innen 5-5-re visszahozni a meccset, sőt 7-6-nál már vezettünk is, de az olaszok egyenlítettek, hogy az idegörlő küzdelem folytatódjék. A büntetők következtek, melyek közül a harmadikat mindkét csapat játékosai elhibázták, majd 6-6-ig együtt haladtak. Ekkor Minárki labdája szerencsékre nem akart becsorogni, ezzel szemben Szédlmayer Tamás, aki pár perce még kihagyta a büntetőt, az újabb esélyt bebombázta, és ezzel újra aranyérmes lett a csapat. Szédlmayer Tamás, aki a döntő büntetőt lőtte. Igazából úgy szálltam én meg a csapat is vízbe, hogy itt más nem lehet, mint hogy mi jöjjünk így összesen a vízből. Ehhez kellett egy kis idő az elején, hogy felébredjünk, de hát úgy gondolom, hogy az az igazi csapat, aki vészhelyzetben, már pedig a 4-0-ás olasz vezetés az eléggé vészhelyzet volt. Tehát az a csapat, aki akkor is meg tudja mutatni, hogy nem esik szét. Vince Balázs, a kapitány, már másodszorra vitte sikerre az egyetemistákat. Minden egyes játékos szerepet kapott a döntőn, és minden egyes játékosnak a teljesítménye kellett ahhoz, hogy az egész torna mellett még a döntőben is hozzá tudjanak tenni ahhoz, hogy aranyérmesek legyünk. Magyarország-Olaszország végeredményben 14-13.